Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cards Hun, a mai videóban pedig ezt a Cyberpunk Collector's Edition-t fogjuk kicsomagolni, megnézni, átnézni, hogy mit lehet tudni róla, és mik is vannak ebben az őrületesen nagy dobozban. Nem is tudom átadni nektek, ez az asztal, ahol úgy nagyjából kibontós videókat szoktam felni, egyáltalán nem fér bele. Úgyhogy majd kipakoljuk a lényeget az asztalra. Most ezt a külső kis tokot szeretném nektek megmutatni, illetve van rajta fólia, ilyen borítás, amit így lefel lehet húzgálni díszítő elem. Nagyon jól néz ki. Ez a PC Edition, amit az én barátom megvett, Krisztián. Neki nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy Magyarországon elsőként kibonthatom. Úgyhogy nézzük is meg. Lehúzom ezt a jó kis fóliaszerű cumót, ez is elképesztően jól néz ki, vannak rajta ilyen kis stickerek, meg mindenféle. Láthatok közben ilyen kis képeket. És akkor itt is van, ez a játék stílusát teljesen felveszi, pixelmentes, nagyon szép minőségű kis ilyen doboz tulajdonképpen, és itt lehet a fogantyúval lehúzni majd lényeget. Leemelem. Kapunk egy még kisebb dobozt, és abba bizony már a lényeg lesz, úgyhogy így ki is húzom ezt a csatot, és mint ilyen zsilip ajtó, úgy néz ki az egész, és az egész bontása is teljesen átadja ezt a hangulatot, fehér elemekkel nem találkozunk, minden színre van fújva, ugye ez a élénk sárga, citromsárga színnel nagyon állatul néz ki az egész, úgyhogy próbálom úgy, hogy ezt szakítsam el, és akkor itt már tényleg a lényeget látjuk. A dobozba, a hungarócás dobozba a bábú, illetve itt mellette még fönt egy kis koffer, úgyhogy ezeket én ki is szedem. Tehát a nagyobb dobozból kijön ez a kisebb koffer, ez is egy nagyon vagány Cyberpunk 2077-es feliratot kapott, elképesztően vadul néz ki, tök jó kis feliratok vannak rajta, úgyhogy itt bele is csaphatunk Night City rejtelmeibe, hiszen ebbe elképesztően durva cuccok vannak. Itt van ugye oldalt a fogantyúja, amivel szépen ki lehet húzni, és én azt mondom, hogy nyissuk is ki, hiszen a bábú kivételével minden ebbe lesz benne. Wow, elképesztő. Ami elénk tárul, így felfoghatatlan első körben, hiszen itt van a artbook, már egyből látszik, jó nehéz egyébként maga a cucc. Itt pedig, amiről annyit regélnek, hogy az összes fejlesztő aláírása, alatta pedig a játék, attól függetlenül milyen platformra vettétek meg, ugye benne van szépen a PC-s, PS4, illetve az Xbox-os, ugye itt magyarul írja, tehát tényleg ez egy Magyarországra érkezett Collector's Edition, a játékból látszódik is, tehát pontosan tudták, hova fog ez jönni. Nagyon jól néz ki, úgyhogy kicsit oldalra tolom, nézzük meg a játékot első körben, ott védi egy fólia, úgyhogy ezt el is vágjuk szépen, frappáns kis késsel. Úgy, ne sértsünk meg semmit. Kést addig lehelyezzük. Így már lejön ez a plexi lap tulajdonképpen, amin láthatóak az aláírások. Wow, de jól néznek ki, szerintem óvatosan ezt a védőfóliát is le lehet húzni, és akkor teljes az öröm. Alatta pedig vegyük ki a lényeget, ami a Collectors mellett talán a legkirályabb maga a játék, CD Projekt Red. Nagyon király magyar nyelvű, hát tudjátok jól, baromi jól néz ki. Úgyhogy én azt mondom, hogy bontsuk is ki ezt is, ha már itt a kés, akkor akár azzal. Hú, ott vannak még valami kis finomságok benne. Így, reméljük, hogy nem ejtettünk semmilyen kárt benne. Night City megérkezik, mi is megyünk, természetesen játék plusz 18-as, szóval elég komoly dolgok vannak benne. Wow! Nagyon királyul néz ki! Ilyen lakos bevonatot kapott. Ez a kis képes lapszerű. De jó, mi ez? Nézzük csak meg. Miről van itt szó nekünk? Hát ez...
Őrületesen király, csak tudnám, mi van benne. Azt a mindeni. Ja, hogy több is van, csak ez a fólia itt fogta. Nézzük is meg. Ó, ott van Night City. Micsoda jó jelenetek vannak kivágva. Pacifika. De jó. Nagyon szép. Zseniális. Minőségi cuccokról van szó. Úgyhogy én ezeket ide is rakom. Ez pedig egy füzet benne. Magyarul. Elképesztően komoly érdekességekkel tartalomjegyzék. És itt van Night City születése. Cégháborúk. Erőszakkora. 2020 és utána megyünk. Na jó. Ez kegyetlen komoly, srácok. Ennyi munkát fektettek bele. Lehetett volna színes. Ennyi pénzért, ugye ez 70 ezer forintnál is többe került, most meg már ilyen neten ilyen 100 ezer felett látom. Mivel hogy nagyon ritka lesz valószínűleg. Úgyhogy én esetleg még annyit megresztettem volna a készítők helyébe, hogy ez színes. De az, hogy lefordították, példaértékű, tök jó kis cucc. Itt pedig az ilyen kis papírdísztok, meg maga a játék, lemez, az csak egy hang, de ez is tök jó. Ugye az eredeti zenék, baromi jók. Itt pedig a GOG Galaxin beváltható plastik kártyán lévő kód, úgyhogy majd csapatjuk. Üdvözlünk Night City-ben. Matricák, mattos dizájnnal, ilyen szemcsés mattos dizájnú, szép sticker, kis füzet. Ha, de király, itt meg a reklám, hogy vegyünk pólót, meg mi egymást. Ez pedig a térkép, Night City, és a környékének a térképe, hiszen az egy dolog, hogy benne a Night City, de hát még mellette is óriási terület van, ahol éppen tudunk bohóckodni, küldetéseket csinálni. Azt a mindenit. Hát ez nagyon komoly. Tök jól néz ki. Ugye azt beszélik, hogy a mérete a városnak az kétszer akkora, mint a GTA-nek a teljes területe. Úgyhogy ezekkel én nagyon meg vagyok elégedve. Ez egy szép kis kollekció. Nézzük már a középen lévő artbookot, hiszen ennek van elképesztően komoly súlya, nem kevés oldalas, és ez bizony színes, így van, viszont angol. Tehát ez a hivatalos artbook, ezáltal angolul van benne, de nem volna az értékéből timeline, reppant jó minőségi képekkel, nagyon adja. Tök jó, mindent megtudhatunk, amit szeretnénk. Csomó ilyen melléksztori is van, hogy mi hogy alakult ki. Elképesztő. Tök jó. Karakterekről, fotók, tervezés, hogyan alakult, mi, hogy, merre, meddig. Minden. Ó, hát és legjobb oldal nyitottuk ki Keanu Reevesnek a tulajdonképpen a karaktere. Porsche 911 átalakítva. Best. Ez nagyon komoly. Ez a kis könyvecske. Úgyhogy ezt ide is rakom oldalra. Nézzük, mi van alatta. Ez egy klasszik fémtoknak tűnik, amiben akár a zenei CD-t is bele tudjuk rakni, vagy ha konzolos verziót vesztek, akkor természetesen a konzolos lemezt. Nagyon jól néz ki. Van egy ilyen kellemes visszatükröződése itt a effekteknek rajta. Jó, ilyen recés az egész doboz, kellemes hozzá nyúlni, és itt pedig borítót látunk belül, illetve két lemez helyett, ami indokolatlan a PC-s esetében, de hát konzolon pedig szükség van rá. Ezt vissza is rakom, ez baromi jól néz ki. Nézzük már a másikat. Ez ilyen rendőrséges feliratnak tűnik, de jól néz ki. Mindenféle info, illetve letapasztva ilyen rendőrös, Night City Police Department-es zsákban tulajdonképpen berakva. Kérdés, hogy ezt fel tudjuk bontani. Nézzük is meg. A
Nagyon jó a fogása ennek a kis könyvnek is. De jól néz ki. Guide to Night City. Wow. Tök jó. Helyszínek. Mit, hogy kell tudni? Kiegészítve mindenféle beleírással. Mintha csak valami nyom lenne, tényleg. Hoppá, ott vannak a hasznos infók. Nagyon-nagyon komoly. Ezt vissza is rakom a helyére. Hiszen ebbe a zacskóba néz ki a legjobban. Nagyon rendben van. Sérült, véres, mindenféle effekt van rajta egyébként. Csak beletalálok. Hozzáragad a másik oldalát. Na így. Ez tök jó. Úgyhogy ezt vissza is rakjuk. Nézzük a többit, hiszen itt vannak kis dobozkák. Úgyhogy lássuk meg ezeket is. A járgány kulcs tartója. Mekkora király. De jó hangja van, és milyen szép. Srácok, mozog a kereke. Erre is figyeltek? Azt figyeljétek. Full fém az egész, baromi komoly súlya van. Én ezt nem raknám a kulcsomra. Háromszor nehezebb, mint egy átlagos kulcs. Pirosra van színezve. Itt maga a kulcs csomó tartója. Hát barom jó, és gurul, rendesen. Elképesztő. Ezt itt is hagyom. Rakjuk így följebb, hogy így tényleg látszódjon rendesen. Ez a kis tok is mennyire varázslatos hangulatot ad. Kocsi kulcsot rá. Na nézzük. Kitűző? Vajon? Na, gyere ki. Egy. Aha. Szimpla kitűző. Night City Heat. Nagyon szép. Úgyhogy én ezt vissza is rakom. Ez pedig kis fegyverke. Nagyon pofás. Ja, fordítva. Nézzük a többit, hiszen vannak itt még. A felvarró szett kabátra, gatyára, amire szeretnétek. Természetesen erre is vessünk egy gyors kis pillantást. Nagyon jó anyagból vannak, nagyon kellemes. Nekem ezt tetszik a legjobban. A Night City is. De mindig nagyon jó. Pofás. Hogy mehet vissza. Írni. És dobozkájába. És az utolsó. Az pedig matrica szett ez is. Az lesz bizony. Szuper kis matrica szett. Fánk mindenféle jelképekkel, amik a játékhoz kapcsolódnak természetesen. Szirkuszkóla, de jó márkák, minden van itt. Hát tényleg a játék világát. Ú, de jó illat van, most éreztem meg, srácok. Szóval a játék világát azt rá tudjuk varázsolni valamilyen bringánkra, gördeszkánkra. Azért ez így, hát nem gyenge. Ez a kollektor, én azt mondom, hogy drága. De amennyi minden van benne, és amilyen minőségben, az megér egy misét. Úgyhogy nagyon szuper, ezek lettek volna ebbe a jó kis dobozkába. Rakjuk vissza a kulcstartót is a helyére. Kis járgányunkat. Na, le kell vezetni, hogy jól bele tudjunk találni. És nézzük meg akkor a szobrot, én azt mondom. Kocsi kulcs a helyén. Könyv. Tökéletes. Ezt be is csukjuk. Ez a doboz, srácok. Itt is van a bábú. Ebbe a védő hungarócerbe. Elképesztő. Azt figyeljétek, a hungarócert is külön gyártatták a kollektorhoz. Teljesen komoly, oda vagyok az egészért, hogy ilyen minőséget produkál a CD Projekt.
Úgyhogy arra ösztökél, hogy magát a hungarócert is elrakjam, ha ennyire figyeltek minden kis részletre. Úgyhogy forgassuk át, így, és a fóliát a szuper kis késsel vágjuk át. Úgy zajja, az jó, be van csomagolva, így gyűlt össze, itt vághatták el. Az oldalán végig megyek. Szerintem így már nyílni fog. Oppá, azaz. Ezt a dobozt odébb rakom, hogy tényleg mindent lássunk. Itt tökéletesen belesárgul majd a képbe. Húha, az nem gyenge mérete van. Azt a mindenit. Ez kicsit kiugrott az acskóból, de itt van a talpazat. Vegyük is ki, nézzük is meg, tökéletes. Hibátlan. Mennyire jó minőségű gumielemek is vannak rajta. Wow, fegyver elszórva, csövek. Azt a mindenit. Nagyon-nagyon jó illata van egyébként. Kanál is, lefolyó, minden van nekünk. Forgassuk csak át. Hoppá, a felirat, a beton. Azt a mindenit. Alja, sima standard. Semmi extra. Jó, hát ezt oldalra lerakom. Vegyük ki a benne lévő srácot. V karakterét. Szedjük ki az acsiból. Elég jól be van védve itt. Kamionon dobálják, semmi baj nem lesz. Fegyver is külön. Nehogy valami bántódása essen. Én is megfogom. Még így mászni is láthatjuk. Tök jól néz ki. Milyen részletek vannak rajta? Azt figyeljétek. A gatyája. A cipő talpa, ha befókuszál. Bakancs. Nagyon komoly. Póló, fegyverek, arc, minden, amit szeretnétek. Így, és a motor. Úgyhogy ez a hungarócer, én azt mondom, hogy már így nem is kell. Oldalra rakjuk. Nézzük a lényeget. Ez a legnagyobb eleme a szobornak, hogy telibe trafálják motorral csávót. Wow! Milyen áramvonalas. Most, hogy minden fóliát leúztunk, pakoljuk össze, hiszen azért ez nem úgy van, hogy egybe kivesszük, össze kell rakni. Három elemből áll, ugye maga a motor, a stand, illetve V karaktere, aki éppen most férfi testesít meg. Itt van ugye a kis elem, ami tartani fogja. Jó vastag, masszív, ezt majd oda kell beleszúrni. De előtte én azt mondom, hogy V karakterét tegyük bele. Kabátja, figyeljétek, nagyon ruganyos anyagból van. Hihetetlen. Na, úgyhogy ott van a kis pont, ahova bele tudjuk szúrni a cipőjén lévő kiálló fémet, úgyhogy ez nem fog nagyon mozogni. Király, pici erő kell, mozgatás. És így belemegy. Gumiból van az egész, úgyhogy nem kell annyira félni tőle. Jó hosszan belemegy, tulajdonképpen fixnek mondható. Persze azért nem játék, tehát nincsenek rajta mozgatható elemek, ez pedig abba a lyukba kell beleszúrni, amit láthattatok, és meg is vagyunk. Tökéletesen látszódik, hogy hogy van benne. Tényleg masszív. Az alját fogom, és ez nem akar kiszakadni. Úgyhogy nagyon jól néz ki. Nem mozgatható semmi rajta, ellenben nyomok vannak. Azt figyeljétek, hát ezzel a motorra mentek már, profilja középen kicsit koszos. Tök jó vannak rajta kis sérülések, de egy jó állapotú, elég komoly kis mocinak lehet ezt mondani. Hátulról is nagyon jól néz ki. Oldalról zseniális. Ez a gázolós jelenet elképesztően jó. Úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve ezzel a kollektorral. Itt a doboz, ott a moci, benne pedig a mindenféle jó cucc, amit megnéztünk. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a kollektoros Cyberpunk 2077 bontás. Én azt mondom, hogy csapanjunk is majd bele a játékba, én is eltűnök egy pár napra.
Köszönöm, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel, nem tettétek volna még meg. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!